A magyar közlönyben múlt héten megjelent kormányrendelet sok eddigi vitatott kérdést rendezett, új ingatlanok vásárlását illetően is. A rendelettel eltörlésre került a korábbi 30 milliós vételár, tehát most már 30 millió forintot meghaladó új lakások esetén is igényelni lehet a 3%-os kamattámogatott hitelt. A használt ingatlanok esetében az egyik legfontosabb változás, hogy eltörölték a négyzetméter meghatározást, és egységesen 35 millió forintban határozták meg a maximum vételárat. A gyermekek száma alapján rögzítették a minimális alapterületet és az igényelhető támogatás összegét. Emellett a tetőtér beépítés kérdését is tisztázta a rendelet. Kimondja, hogy új lakásépítésnek akkor minősül a tetőtérbeépítés, hogyha általa vagy emelet ráépítés révén két új önálló albetétként nyilvántartott, szabad lépcsőn vagy lépcsőházból megközelíthető, különbejárattal rendelkező lakás jön létre. Ebben az esetben az új lakás építése esetén adható támogatási összeg lehet elérhető. Rajci Antaléknál három gyermek van, így ideálisak a feltételek a támogatás igényléséhez. Ők a jelenlegi 55 négyzetméteres lakásukat lecserélve Kistelken építenének egy 100 négyzetméteres családi házat. Egy olyan családi házat tudjunk fölépítetni, ahol legalább mindenkinek van egy kis helyisége, ami gyakorlatilag nálunk azt jelenti, hogy négy hálószoba plusz a többi helyiség. Ehhez legalább 100 négyzetméter kell, ha nem akarunk zsebkonyhát, mint a panelba, illetve legalább 10 négyzetméteres szobát a gyerekeknek. A nagycsaládosok esetében nem a gyermekvállalás okoz gondot, ők már a támogatás legkedvezőbb felhasználását mérlegelik. A helyi egyesület figyelemmel kíséri a változásokat, és a bankok hirdetményeit is, így próbálnak segíteni a döntésben. Kapunk támogatást a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. Január 23-án Budapesten kaptunk egy tájékoztatást Főész Tünde helyettes államtitkárasszonytól, család és népesedés politikai felelős helyettes államtitkár, ahol kérdésekre volt lehetőségünk, elmondta, hogy sok jogszabályban még finomítás van. A legtöbb hitelintézet már összefoglalta a változásokat, akár írásban is kérhető a tájékoztatás. Fontos, hogy aki korábban igényelte a szocpolt, most kérvényezheti a csokot is, de az eddig felhasznált támogatást levonják. Csütörtökön 17 órától a Tóvendéglőben csokrócsót szerveznek, ahol további információt kaphatnak az érdeklődők.